A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326 per 2011. 12. 28-ai kormányrendelet 2023. január 1-től hatályos harmadik paragrafus harmadik bekezdésének rendelkezései értelmében a Magyarország területén történő járművezetéshez az e-rendeletben meghatározott magyar hatóság által Kiállított járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban az esetben, ha a járművezető az engedély nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik. Továbbá a rendelet 113. paragrafus 1-es bekezdés BB pontja alapján a járművezető köteles a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedélyt, ha a jármű szerepel a jármű nyilvántartásban. A fenti rendelkezéseknek megfelelően január 1-től a rendelkezéseknek megfelelő esetekben nem minősül jogsértésnek az, ha a járművezetője nem tartja magánál a jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű forgalmi engedélyét. Ebből következően ezek az esetek nem is lesznek szankcionálhatóak a vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvételével és a vezetési jogosultság szüneteltetésével kapcsolatban a következő rendelkezések lépnek hatályba. A rendelet 2023. január 1-től hatályos 32. paragrafusa értelmében az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a helyszínen a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztését az engedély nyilvántartásba bejegyzi, és amennyiben a vezető engedélyt a járművezető magánál tartja, a vezető engedélyt elveszi. Ha a vezető engedély elvételének feltételei fennállnak, Ebben a tekintetben nem lesz jogszabályi változás. Ezeket az eseteket a rendeletek 32. paragrafusa sorolja fel. A rendelet 2023. január 1-től hatályos 96. paragrafus első bekezdése alapján figyelemmel az 1A bekezdésre, az ellenőrző hatósági személy a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel és igazoló lappal rendelkező jármű esetén a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a jármű nyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg, ha rendelkezésre áll, az állandó forgalmi engedélyt vagy igazoló lapot elveszi. Az okmányok elvételének eseteit a rendelet 96 és 97. paragrafusai tartalmazzák, melyek vonatkozásában van nem lesz változás. A fenti rendelkezések értelmében a jogszabályban meghatározott esetekben továbbra is elvételre kerül a vezetői engedély és a forgalmi engedély, amennyiben az a helyszínen rendelkezésre áll. Ugyanakkor emellett minden esetben függetlenül attól, hogy a vezetői engedélyt, illetve forgalmi engedélyt az intézkedő rendőr elvette vagy sem, a vezetési, illetve a forgalomban való részvétel jogosultsága felfüggesztésének bejegyzése tényéről a járművezető írásbeli tájékoztatás kap. A vezetési jogosultság felfüggesztése esetén a járművezető a továbbiakban nem jogosult vezetői engedélyhez kötött járművezetésére. A forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése esetén a rendelet 96. paragrafus 5-ös bekezdése által szabályozottan egyes esetekben a járművel a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni, míg más esetekben tilos a járművel történő további közlekedés.